Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Balaton györökön. Köszönöm a helyi szervezőinknek az áldozatos munkát, illetve messziről ide látogató darma testvéreinknek az jelenlétet. Ahogy ezt szoktuk, kezdjük a darma beszédet a tiszta univerzum mantrájával, ómnám hétszer. Om. Köszönöm szépen. milyen változást szeretnénk a világban? Milyen változást vagyunk hajlandóak végrehajtani magunkban? A kettő mélységesen összefügg, mert amennyit tudunk és merünk változtatni magunkon, pontosan annyit tudunk változtatni a világon. Az emberek többsége elvár, és hogyha nem teljesül panaszkodik, extrém esetben dühöng, vagy egyéb. Menekülő útvonalakat talál. És a kifelé fordított energia mindig kudarcba fullad, hogyha nem párosú, kellő belső tapasztalattal, bölcsességgel és együttérzéssel. Az ezt az utat ajánlja fel. Hogyha befelé fordítod a kérdést, mi vagyok, honnan jöttem, miért vagyok itt, hová megyek, akkor ezek a kérdések megtermékenyítik a tudatföldjét, elvetik belé a megvilágosodás magvát, és kihozzuk magunkból azt a minőséget, amelyet a világban látni szeretnénk. Kiderül, hogy akármilyen vallással, mitológiával, materiális nézettel bírunk, belül kell létrehoznunk azt, amit a világban látni szeretnénk. Hogyha erre nem vagyunk hajlandóak, akkor megmaradunk az N-kör nulladik fokán, és perlekedünk a valósággal, és illúziókat vágunk egymáshoz. Hogyha hajlandóak vagyunk az útra térni, akkor a kérdéseket megfelelő módon tesszük föl, magunkon igyekszünk változtatni, és elérjük igaz természetünket, amely az univerzális energia és tisztaság egyben. Ez a földi lét nem áldás vagy átok, nem börtön vagy mennyország. Ez a földi lét pontosan olyan, amilyenné tesszük. Az emberi társadalom nem jó vagy rossz, pontosan olyan, amilyenné tesszük. Tehát milyen életet szeretnénk élni, hogyan szeretnénk viszonyulni egymáshoz. Ez mind a mi dolgunk, akármit hiszünk az alsó vagy felső világokról. Ezek a hiedelmek néha segítenek, néha akadályoznak. Mi a különbség a kettő közt? Láss rá arra, hogy a hiedelemvilágod mennyiben segíti a helyes beszédet, helyes cselekedetet, helyes gondolkodást, helyes érzelemformálást, helyes életvitelt, helyes gyakorlást. És hogyha a hiedelemvilág ezt segíti, akkor valami nagyobb szolgálatába állt amely a realitásból nőtt ki, és ugyanoda tér vissza. Hogyha a hiedelemvilág ezt akadályozza, akkor mindenképpen szenvedést termelünk. Szenvedhetjük magunkat és másokat egyaránt, mert az önvalónk és az önképünk között fennáll egy fájdalmas nagy szakadék, amelybe minden erőfeszítésünk belehullik. Mert nem tisztáztuk le az alapokat. És az önkép és az önvaló közötti távolság akkorára nőtt, hogy beleesünk, hogy elcsüggedünk, hogy azt hisszük, hogy az élet csak ilyen lehet, a világ csak ilyen lehet, hogy a társadalom csak ilyen lehet, és azt várjuk, hogy valaki vagy valakik helyettünk elvégezzék a munkát. Holott, ha magunkon kezdjük és egymás segítségével folytatjuk, akkor ebből a földből, ebből az életből bármit kihozhatunk. Nincs végzetünk. Nincs fix sorsunk. Amivé tesszük az utunkat, olyan lesz. Születéstől és halálig minden pillanatban a választási lehetőség a miénk. Ehhez a helyes nézetre szükség van. A helyes nézet a tiszta tudatállapotból születik. És hogyha nem tiszta a tükör, nem mutatja a világot helyesen sem kívül, sem belül. A gyakorlat több évezred óta ugyanaz. A vallások változnak, a hagyományok változnak, az emberi természet nem változik. Mindig, minden pillanatban ugyanakkor az esélyünk arra, hogy megvilágosodunk, mint épp itt és most. Ne hidd, hogy a múlt jobb volt, vagy a jövő rosszabb lesz. Ne hidd azt, hogy a jelen helyett egy alternatíva kell, ezt teremtettük, ez van. Ebből kell kiindulnunk, és ezt folytatnunk egy olyan irányban, amelyben tudunk hinni. Az ember egy nagyon megjósolható lény. Szenvedés kerülő és boldogság kereső. De nagyon megjósolhatatlan lény, mert nem tudjuk, hogy mit vagyunk hajlandóak elkövetni mindezért, hogy megszabaduljunk a szenvedéstől és elérjük a boldogságot több évszázada ugyanazokban a körökben forgunk. A mennyiség és minőség hatalmas paradoxonát éljük. Az eltűnő lehetőségek és a megjelenő kényszerek helyzeteit éljük. Közel 8 milliárdan vagyunk már a bolygón, a hét és felett verjük. És hogyha ezt így folytatjuk, akkor sem bolygó, sem társadalom nem tud így tovább élni. Mi a baj? Mitől nem látjuk be az ok- és okozat működését? Miért nem tudjuk úgy látni a világot és magunkat, ahogy vagyunk? És itt van ez a megfoghatatlan illúzió tömeg, amit nevezhetünk egoitásnak, nevezhetünk egyéni, páros, csoportos és családi karmának, de mindez nem segít. A megértés önmagában elégtelen. Legfeljebb a tapasztalat széléhez vezet. Ahogy a beszéd elvezethet a cselekedetig, de önmagában elégtelen. És végül a kérdés ide szűrődik le, mit akarunk. Mit akarunk mi, egyénként, családként, társadalomként? És hogyha ez nem világos, akkor a mi akaratunkkal játszanak, a mi életünkkel játszanak. Mások, akik tudják, hogy mit akarnak és miért élnek. Tehát vessük le a hamis áldozat tudatot, inkább vegyük szemügyre azt, hogy tudjuk-e, hogy miért vagyunk itt és mit akarunk. És akkor sem elkövetők, sem áldozatok nem leszünk, hanem úton járók, felébredők és másoknak felébredni segítők. Ez a lehetőség, és ez már van olyan minőségű, hogy érdemes legyen dolgozni érte, érdemes legyen gyakorolni érte. A buddha tanítása két és fél ezer éve mészerkezetében ugyanaz. Az emberi helyzet két és fél ezer éve nem változott. Hol a hiba? Nincs hiba. Csak két és fél ezer éve folyamatosan nagyobb mennyiségben termeljük újra a szenvedést, mint a megvilágosodást. Hogyha többen dolgoznánk a világos, nem dualisztikus, egyévvált tudat elérésén, nem így néznénk ki. De mivel a szabadságot nem lehet kötöttség által tanítani, a megszabadulást nem lehet különböző kényszerek és manipulációk által átadni, ezért a szabad akaratukból megvilágosodni akarók kevesebben vannak, mint akik a karmájukat szeretik követni, mint akik a téves nézetek, kapzsiság és harag hármasságában szeretnének élni. Tehát ne hibáztassunk másokat. Magunkban vegyük észre azt a lehetőséget, amit még nem használtunk ki, azokat a hibákat, amelyeket még nem javítottunk ki. És akkor bűntudat nélkül, az okozatiság helyes látásával a helyes úton tudunk haladni. Miért nem érdemes a bűntudatot magadba égetni? Mert a bűntudat maga akadályozza a hiba kihavítását. Mert azonosulsz a helytelen karmával helyet, hogy a helytelen karmát látnád. És ha látnád, ki tudnád javítani. Ha pozitív vagy negatív polaritással magadba dörgölöd, és azonosulsz vele, akkor nem, mert azt te leszel, ha szereted, hanem akkor is te leszel. És éppen ezért nem lehet rajta változtatni. Mindaddig, amíg az azonosulás fönnáll, nem tudsz érdemben haladni az úton. Olvasd el a szívszútrát, hogy milyen erősen és világosan hánytja lerólad a felvett identitás rétegeket. Milyen világosan mondja azt, hogy ha félsz, akkor akadály van a tudatban, és hogyha akadály van, az a hamis azonosulásból és az illúzió teremtésből származik. És itt a lehetőség arra, hogy elérjük a felébredést, pillanatról pillanatra, évről évre, évszázadról évszázadra mindig itt van mennyire élünk vele. Rengeteg fogadalmat tehetünk, az újévi fogadalmaktól kezdve a teljes szerzetesi felavatásig. Ezek a fogadalmak kijelölnek olyan irányokat, amelyeket érdemes tartanunk. És tapasztalatunk mértékében láthatjuk ezeket hasznosnak vagy haszontalannak. De mindaddig, amíg a lélek egy mélyebb realitása meg nem nyílik, addig ezeket csak eszközszinten, hagyomány szinten, vagy esetleg vallásosan élhetjük meg. A tapasztalati alapú hit megadja azt az autonómiát, amire mindenki vágyik. És ha transzcendens a tapasztalat, akkor az együttműködés előtt megnyílik az út. Miért? Mert a buddha természetünk az egyetlen, amely nélkülözi az azonos vagy különböző attribútumait. A nem kettősség tudatában nem merül fel, hogy azonosak vagyunk-e vagy különbözőek. Mihelyt a testet, a lelket, az érzékszervi és egyéb karmát nézed, felmerül az azonosság és a különbség. De ha visszatérsz ebbe a pontba, akkor csak a tiszta, tükörszerű, térszerű tudat marad. És ekkor hangozhat el az a mantra, hogy gáté, gáté, paragáté, para gáté, bódiszváhá. A gondolkodás előtti tudat, a meghaladó bölcsesség. Ezen az úton érhetjük el a felébredést. Amikor a hangot hallod, egy pillanatra minden törlődik a tudatból. És akkor tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán érzel, gondolkodsz, cselekedsz. Az előbb feltettem a kérdést, mit akarsz, mit akarunk. Tedd mellé, mire vagyok képes és mindenki képes a megvilágosodásra. A zen önmagában csak annyit jelent, hogy elmélyedés, egyévállás. De ha ez megvan, akkor megismerjük a szavak helyes értelmét, megismerjük a világot úgy, ahogy van, és segíthetünk magunkon és másokon egyaránt. Találkoztam ma egy fantasztikus lényel, aki mindent egy minőségi konyhába és étterembe tett bele az elmúlt 40 évét. És megmutatkozik nem csak azon, hogy milyen ételt tesz le eléd, hanem hogy hogyan hozzád, mint vendéghez, és hogyan tartja fönt azt a környezetet, amiben valami egész más nyilatkozik meg, mint egy puszta étterem. Mert ugyanehez az élményhez hozzátartozik az ember maga, az a tudatforma, amely azt a környezetet, azt a minőséget, azt az atmoszférát föntartja. És igen, van olyan, hogy a teljesség élménye a desszert után. Van olyan. Úgyhogy én megköszönöm azt, a, azt az élményt, amit Balaton Györök már eddig adott. Amit ma délután tettünk, azt a fajta meditációs gyakorlatot, azt nagyon sokan elvitték magatokkal haza. És én őszintén remélem, hogy egy újabb csoport formálódásával az itteni darma mag szépen kihajt és termőre fordul. Van egy kérdés a bármelyikőtöknek? A legelső az lenne, amiről gondolkoztunk édesapámmal husvét napján, hogy a zen buddhizmus az miképp gondolkozik az anyai szeretetről. A zen buddhizmus nem táplál különleges gondolatokat sem az anyai, sem az apai szeretetről. A koreai változatban az az érdekes, a japán és a kínai mellett, hogy nagyon erős konfuciánus hatás érte, és így a társadalmi viszonyokat nagyon precízen igyekezett definiálni. Az anya és gyermek kapcsolata legerősebb. A konfuciánus rendszerben ez a mérvadó. Illetve a szülő-gyerek kapcsolat, rögtön az apa és gyermek. És itt óriási teendője van először a szülőnek, utána pedig a cseperedő gyermeknek. Úgyhogy nincs külön pszichológiai, morális vagy etikai traktátus az anyai szeretetről az ember, hanem egy általános tanítás, hogy tiszta tudattal, nyitott lélekkel mindenki tegye a dolgát, aki anya lett, ő anyaként, aki gyermek lett, mert megszületett, ő pedig gyermekként. A koreai neveltetés egyik saját sarkalatos pontja, hogy 7 éves korig minden gyermek kisherceg és kishercegnő. És utána kezdik el ráébreszteni őket, hogy mit jelent az, hogy emberitestbe születtek, mit jelent az, hogy cseperednek, növekednek, iskoláztatnak és a többi. És egy történetet szeretnék erre a kérdésre véglegesen válaszolni. Képzeljünk el egy akkora könyvesboltot, amely kb. egy fél futballpálya, és ez nem túlzás. Aki esetleg szóba eljött, a Kyobo könyvesboltot mindenképpen látogassa meg, amely egy hatalmas felhőkarcoló teljes alaksora. Elég jól el lehet veszni. És ott is magas pultok, gondolák, szigetek és egyebek vannak. Magam válogattam ott a termékek között, és egyszer csak egy olyan három-négy éves fiú elvesztette az édesanyját épp ott. És Kúria Júl megszólt, hogy omma, a kis hasából így elkiáltotta magát. Semmi reakció. Felnőttek, látták a szemük sarkából, nem szóltak bele. Omma! És elkezdett sétálni. Ment. És minden fordulónál. Omma! Két szigettel arrébb, anyuka észreveszi, Megöleli, mennek tovább. És amennyire egyszerű ez a történet, annyi féleképpen félre csúszhatott volna, és nem csúszott félre. A felnőttek nem pánikoltak be attól, és nem rohantak a hangos bemondóhoz, hogy a fiú nem találta éppen az édesanyját. A fiú nem esett pánikba, nem kezdett el sírni, jaj veszékelni, hogy jaj, hol van az édesanyám. Anyuka nem ítélkezett a kisfia fölött, hogy jaj, micsoda, és akkor pont, 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 mert te éppen ezt csináltad, és hogy elengedted a kezemet, és hogy nem voltál itt, és nem figyeltél, és semmi ilyesmi. Tehát nagyon világosan, egyszerűen, szeretettel és bölcsességgel lehet gyermeket nevelni, csak ez kellő tiszta tudat kell, és kellő jelenlét kell következő kérdés az pedig az lenne, hogy itt Magyarországon belül ezeket a keleti irányzatú vallásokat, mint például a zenbutizmus, vagy a hagyományos, vagy a hinduizmus, vagy a krisna tudat, ezeket mennyire tudja egy magyar származású ember magáévá tenni? Mármint úgy, hogy ez maximálisan hitelesen magáénak érezze. Először is, akik behozzák ezt a szellemi importterméket, azoknak kell hitelesen képviselni ezt. Ez az első. És ha ez így van, akkor ez megszűnik keleti importterméknek lenni, hanem elkezd úgy működni, mint amely egy rést tölt be, egy hiányt pótol, és úgy tud kérdésekre válaszolni, úgy tud utat mutatni, illetve meditációs gyakorlatot tanítani, hogy eddig más nem. És kiderül, hogy nem az a fontos, hogy az autó márkája milyen, hanem hogy biztonsággal elvigyen egyik pontból a másikba. Úgyhogy, ha tudunk kóreai autót, hűtőgépet, mikrohullámú sütőt és televíziót importálni, és látjuk annak a hasznát, akkor a kóreai szellemiségnek is láthatjuk a hasznát, és ehhez semmi más nem kell, mint az önmagunkhoz való őszintesség. Hogy valóban rájövünk arra, amit belül nem intéztünk el, nem tettünk fel, mint kérdés, visszünk, mint trauma, és keressük a választ, keressük azt a helyet, ahol megfelelő módon tanítanak minket. Ez egy hosszabb folyamat. Amikor a buddhizmus Indiából az északi átadási vonalon keresztül eljutott Nepálba, a Tibetbe, Butánba, a Mongóliába, tehát a Vajrayana része a Mahayana iskoláknak, illetve több évszázadon keresztül áramlott Kínába, Koreába és Japánba, ez a keleti része az északi átadási vonalnak, nem mérték azt, hogy mennyi idő alatt érti meg a publikum. Azért nem, mert a hasznosságához nem fért kétség, de az is világos volt, hogy ez egy újdonatúj termék. Nagyon érdekes volt az, ahogy a taoizmus, konfucianizmus és buddhizmus kezdett összeállni egy olyasféle, harmóniává, jól működő társadalmi, vallási konglomerátummá, amely az embereken tud segíteni. Tehát megfelelő kérdésre megfelelő választ ad. És ekkor már nem az domborodik ki, hogy ez import termék, hanem az ember azt érzi, hogy neki szól. A lelkének szól. Hogy hasznos az életében, hogy minőségi javulást idéz elő. Uram, bocsánat, még a megvilágosodás felé is viszi. De az elején, főleg itt nyugaton nem tudjuk, hogy mi az. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ilyesféle szellemi import termékek mindig zöldmezősen kell, hogy kezdjenek, és nem szabad gyomnövénynek tekinteni a már meglévő kultúrát. Mert ez itt nyugaton előfordult. Nem egyszer, nem kétszer. Keleten azért nem, mert a vallások egymásra épülnek és egymást magukba foglalják, nyugaton több okból kifolyólag eléggé kizárólagosan igyekeznek létezni. Mivel ez a keleti tanok esetében nem áll fönt, mert nem hirdetnek abszolút igazságot, ezért nem kétséges a békés egymás mellett élés, és mivel a világot tudatáltal teremtetnek tanítják, ezért az embert sohasem hagyjuk figyelmen kívül, sőt ráébresztjük eredeti lehetőségére, ahogy azt a bevezetőben is hallhattad. És egyre inkább több fiatal, akivel találkozok, ö ö szimpatizál a buddhizmussal. A legfőbb kérdés az, hogy, hogy miért, miért tartják pozitívabb vallásnak a buddhizmust, mint például egy tradícióból ö örökölt vallást, mi esetünkben a keresztényt. Magyarok esetében. Tehát nem lehet általánosan megfogalmazni, szerintem a többség az se egyik, se másik. A többség a materiális világban igyekszik eligazodni, boldog lenni, gazdag lenni, sikeres lenni, úgy, hogy a kétes értékű, tehát meg nem ismert szellemiség száz százalékát kizárhassa az életéből, és ne kelljen ezzel foglalkoznia. És kiderül, hogy nem megy. Tehát az első komoly pszichológiai problémánál leröpül a kuktáról a fedő az első megoldhatatlan családi helyzetnél kiderül, hogy elképesztő elintézetlenségek vannak a lélekben, és ezért a lélek kapcsolatok sérülnek. Tehát nem lehet szellemi háttér nélkül megoldani, nem lehet a benső betekintés nélkül minőségi életet élni, amelyik szobát nem tisztítom ki, ott van a por, a szemét és a többi. És ekkor, amelyik működik, az szól inkább az emberhez. Amelyik felszínes, működésképtelen, nem annyira segítőkész, az pedig hátré fog szorulni. És itt teljesen mindegy, hogy milyen színű az zászlója, milyen színű a szobra, egy vagy több Istent, vagy egyet se hirdet. Teljesen mindegy. Mindegyik valláson belül találsz aranyat és szenet. Úgyhogy az emberi tudat minőségén múlik az, hogy Mennyire tudja a lelket és a testet tisztán látni és helyesen működtetni. Itt nincs különbség ezen a szinten, kelet és nyugat között, de ember és ember között van. És hogyha úgy érzed, hogy valaki megbízhatóan tanít, segítő az a doktrína vagy hagyomány, amit átad, akkor kövesd. Teljesen mindegy, hogy keleti vagy nyugati. De ha úgy érzed, hogy felesleges, felszínes, őszintétlen, működésképtelen, nem segít neked, akkor nyugodtan hagyd ott, akár 2000 éves, akár 20 éves hagyományról van szó. Ebből köszönöm szépen. Szívesen. Mi a véleményed a földön kívüliekről? Szeretnék megtalálkozni már találkozni egy jel, és akkor nem véleményem lesz, hanem tapasztalatom. Én olyan szívesen meghívnék egy ilyen sok mancsú zöldfejű teára. Nézzük meg, hogy mit csinál a zöld teával a zöldbőrű. Tehát olyan jó lenne. De még nem következett be. Egyébként a templom az 7 hektár, és van leszálló hely. tehát jöhetne még a jármű is, de nem jön. Sátrat is verhet, ha akar. Nincs véleménye. A keresztényként, aki gyakorolja a hitét, kérdezem, hogy Krisztus, mint a mester, a aki hogy mondjam, leegyszerűsítette a tanítást és a szeretet, egyetlen szóba összefoglalta a lényeget. Mennyire hiszel abba, hogy lehetséges az, hogy ebbel a, hogy mondjam, ebben a Isten hittel és Krisztus hittel lehet igazából léte jól, jól a 20. meg a 21. században? csak ezzel a szeretettel lehet jól. De melyik szeretetre gondolsz? Ugyanis Jézus három fogalmat említ, az eroszt, a filiét és az agapét. Melyikkel? Hogy melyikbe hiszek? Én úgy érzem, hogy ez, ennek, ez egy ötvözött valami, amit, amit az ember igazából érez. Tehát az élő, élő hit, az érzés is tulajdonképpen, nem, nem csak tudat. A tudattal itt most az intellektust azonosítod, nem erről beszélek. Tehát, ha megnézed, hogy az ember hogyan érik, mint személy, 20 évesen, 30 évesen, 40, 50, 60 és 70 évesen, más és más ennek a szeretetnek az összetétele, ha csak a földi létre gondolsz. De hogyha az agapéról beszélünk, ami a transzcendens szeretet, abban előbb-utóbb feloldódik és megjelenik a filié, a fele baráti, és az erósz, ami a párkapcsolati, az pedig természetszerűen ugye meg kell, hogy nem esedjen. Nem kerülhető meg a Jézusi mű senki számára sem. Akár európai születésű, akár keleti. Egyéb földrészeket most nem sorolok külön ide. Én azt kívánom, hogy mindenki jusson el addig a szeretetig, amit ő nem hirdetett, hanem megtestesített. És ekkor válunk függetlenné attól a szöveghagyománytól, amely a szöveg szintjén elég erősen sérült. És ekkor jutunk el az eredeti tanításig, amely az ő lelkéből származik, amely a tökéletesen megvilágosodott lény tanítása. Egyéb és mi a véleményed arról, hogy ugye ez az egész európai állapot, ami most kialakult, és mondja, helyzetbe vagyunk, avval kapcsolatban, hogy, hogy elfordulás van igazából a, 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 a Krisztus hit, vagy az egyház inkább az egyház. Tehát így a, egy, egyáltalán, hogy mi a, mi a véleményed erről? Nincs véleményem erről, mert mint zen-buddhista szerzetes, távol tőlem, hogy én bármely egyéb vallást véleményezzek. Visszatérnék az emberhez. Tehát, hogyha tudsz hinni, miben tudsz hinni? Ha kiábrándultál, miért ábrándultál ki? Ezt szerintem minden embernek föl kell tenni, mint belső kérdést. És nem hibáztatni az intézményt, az írásokat, a látható hagyománytestet, hogy pontosan miért nem hiszünk. És hogyha szeretnénk valamit, ami túlmutat önmagunkon, egy nagyobb egészet, ami befogad, egy egyévvállást, amely az összes kicsi kétségünket kioltja, akkor azt találjuk meg. Induljunk el azon az úton, azon az ösvényen, amelyen ezt megleljük. És ha tényleg magunkhoz és másokhoz őszinte módon csináljuk ezt, akkor nem fog akadályt jelenteni semmilyen hagyomány, semmilyen vallás. Ezt nem adják ingyen és könnyen. Ezért kell erőfeszítést tennünk. És akkor lefosztanak rólunk a véleményeink, és csak a tények maradnak. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy a, a Krisztusi gyógyítás, ami, ami, hogy mondjam, ma teljesen a hitre alapult, hogy miért veszett el útközben a, a, ez a tanítás, vagyis ez a, a gyakorlat, hova tűnhetett el? Mert engem ez nagyon érdekel, mert egy fontos része a egész Krisztusi. Mit mond szeretet, az Evangélium szerint? Meg. Azt mondja, a te hited meggyógyított téged. Hát nem azt mondja, én gyógyítottalak meg téged. Tehát hol tudjuk felébreszteni, azt a hitet magunkban és másokban, a tudatnak azt az erejét, amely nem csak gyógyít, azt mondja, Lázár jöjj ki, és test és lélek ismét egyé vált, és ismét élt, és ismét járt. Hol van ez? Ez nem kívül van, ez belül van. Ha magadban megtalálod, másban is megtalálod. A kérdés az, hogy ezt szeretnéd-e, és nagyon vigyázz vele, hogy mit akarsz, mert előbb-utóbb be is teljesül. Most én is magamon megfigyeltem újabban, hogy sem a televízió, sem a rádió egyáltalán nem érdekelte. Jó, tehát az immunrendszered de ez semmi baj. Ezeket ki is zártam, és, és nem is érzek. Ö, hanem az, ami, ami még mostanában, és ahogy az idő megy, egyre jobban, ö, és nem azért érzem azt, hogy én már öregszem, vagy nem érzem azt, hogy én már öregszem, de zavar a hangos beszéd, zavarnak a, a, az olyan zene, tehát én a csendet szeretem magam körül. És igazából én, én nem ér, néha úgy érzem mégis, hogy ez egy kicsit kóros, hogy, hogy ennyire változtam. Szerinted merre indultam el? Ezt szereted, ezt kaptad. Ezt szeretem. Igen. Ne hozd létre a kórost. Jelzőt. Amikor kell, szólalj meg, amikor nem kell, akkor ne. Emberi kapcsolatok pont ezen múlnak. Amikor az ember egyedül van, akkor legyen tényleg egyedül, nincs ez az, az semmi baj és akkor ne beszéljen a falnak, meg magának, meg a kutyájának. Jó? És amikor pedig emberi társaságban van, akkor döntse el, hogy mi értékesebb az, amit éppen mondani akar, vagy az a csend, amit éppen megtörni készül. És aki a fallal beszél? Annak a fal adja a másikat. <laughs> A zenben van egy ilyen alaptanítás, hogy a fának nincs gyökere, a völgynek nincs visszhangja. Amikor nem gondolkodsz jóról és rosszról, mi az eredeti arcod. Hát ezek így egyben vannak, és az ember nem ért, hogy, hogy hogy, hát de a fának tényleg nincs gyökere, mi ültetjük. A völgynek nincs visszhangja, te kiáltod el magad, és attól lesz. Te ülteted el a fát, és attól lesz csemete, és utána nagy fa. Úgyhogy az egyiket is a fal adja. Kérdésem az lenne, a közösségben többször felmerül bennünk, vagy hát köztünk ez a kérdés, és ma is többször elhangzott a részedről is. Tehát egyrészt a gondolat előtti pillanat, illetve a segítő szándék. Ha ezt a kettőt összehozom, tehát a gondolat előtti pillanatban van szándék, vagy nincs? Szerintem? Van gondolkodás, vagy nincs? nincs. Szerintem nincs. Megszólalsz, hiba? Nem válaszolsz, az is hiba. Tehát van előzetes szándék. Ez az a fogadalom, ez az az irányvétel, amiért gyakorlunk. Nincs. És ez nagyon fontos. De a gondolkodás előtti pillanatban ez nincs. És ezzel a paradoxonnal együtt kell tudni élni. Emlékezz a zenkörre. Ismeritek a zenkört? ott van rajta az öt fokozat, és ott van a 180 fok, mint ez a pont. A nem név, nem forma, a nem tudható tapasztalata. És megkérdezték Szunkszázen mestert, aki elmondta, hogy ez az öt hogy működik, és az öt ragaszkodás ugye milyen veszélyeket rejt magában. És amikor a 180 fokhoz, az úgynevezett ürességhez való ragaszkodás került elő, akkor megkérdezték, hogy és ezen mi segít? Hogyha belezuhan az ürességbe, és egy szupernélista, álságos illúziótól terhelt, ragaszkodó tudatállapot merül föl, azt hogy fogja levetni? És akkor mondta azt, hogy a nagy bóthiszatva fogadalom segít csak. Tehát csak az lendíti túl ezen az állapoton. És akkor látja azt, hogy az ürességnél való megállás, amikor az üres tükörhöz ragaszkodom, és nem vagyok hajlandó látni benne semmit, az gyakorlatilag az ösvény teljes meghiúsulása. Tehát elégsz a naptüzében, ahelyett, hogy a fény által látnál. Nagyon fontos az az előzetes szándék, az a fogadalom, az az irányvétel, ami miatt gyakorlok. És a gondolkodás előtti pillanat viszont nagyon fontos, mert ez az a tudatállapot, amitől nem azonosulok a jelenségekkel, amitől tisztán látok. A tiszta tükör nem engedi, hogy a valóság ráfröccsenjen, hanem szépen visszapattan róla. Ez így van. És ez a gondolkodás előtti tudat nagyon fontos. És itt megint jön az a paradoxon, amit a kínaiak csak így foglaltak össze, hogy a cselekvő nem cselekvés. Az a way, wu way a tudat egyszerre tud teljes nem ragaszkodásban, abszolút tisztaságban létezni, de közben látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolkodsz, beszélsz és cselekszel. És kialakul egy operatív én fogalom, az avatár, amelyik működik, a személyiség, amelyik teszi a dolgát. És ez nem két tudat. Ez egy tiszta tükör, és benne az összes jelenség. És mindaddig, amíg rendszer szerűen szeretnénk gondolkodni, és ezt logikailag szépen letisztázni, és ismét nem minősítem a kérdésedet addig mindig valami sérül a valóságból. Hogyha engedem, hogy ez paradoxonokká tömörödjön, és az ellentmondásokat beépítem, akkor nem csak, hogy hiba tűrő lesz, hanem én is toleránsabb leszek. Mert kiderül, hogy ez az egész nem egy intellektuális produktum, nem egy logikai alapú rendszer, nem egy olyas valami, amin kívül és belül vannak dolgok, elfogadott és elfogadhatatlan dolgok, hanem ez a tudat, amiről beszélsz, pontosan így működik, hogy mindig is megmarad a gondolkodás előtti tiszta állapotban, a nem dualisztikus tapasztalatban, de közben gondolkodik, érez, beszél, cselekszik, lát, hal, szagol, tapint, ízle, és a többi. Egyszerre. És nem tudom szóba fogni, mert valamerre a verbális jelentés mindig elvész. Valamit mindig Kimondok, és ezáltal valamit nem mondok ki. Jó? Jó, én is így gondolom valahol, Tehát ott nincs énség. Tehát ott nincs valójában a paradoxonnal együtt, amit mondasz, igen, de nincs tudatában énség, vagyok, de valójában... És nincs neménség sem. sem. Oké, okay, akkor rendben Jó, vagyok. Én, én azt Tehát Mert a ugye nem én a bajnokok, aztán jel. később ott vannak az árok szélén, vodkától eltelve. Mert akkor az a neménség, akkor, akkor nincs felelősség sem. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy a szándék teremti a karmát. Tehát csak így nem teremtünk karmát. Tehát ez a just do it igazán. Pontosan. A just do it az gondolkodás nélkül teljes tisztánlátással. Énség nélkül teljes egyéváltsággal, teljes szabadsággal és felelősséggel egyszerre ad karma minden négy oszlopában legyen az egyéni, páros, család és csoportos karma. Fel van adva a lecke, tudom. Látom az arcodon. Itt a szándékról volt szó, és a Bibliában szerepel, hogy szándékáról ítéld meg az embert. Na most a tulajdonképpen... Még arról se. Hát jó, ez nem, a fordítás akkor nem megfelelő. Tehát a szándék számít. Végső soron a szándék az, a, az, elhatározás kérdése is, vagy, vagy, az úgy létezik, a szándék. Ha hogy te elhatározásod, akkor a te szándékod, akkor őszinte és eredeti ha valakinek a kesztyűje lettél egy ismeretlen kézen, akkor még a szándék sem a tied. Hogy ahogy mondod, ha a saját elhatározásból születik, akkor ez a szándék a tied, az őszinte. De még ez alapján se ítéljünk meg senkit. Csak lássuk azt, hogy mennyire szeretnénk, vagy tudunk közösséget vállalni ezzel a szándékkal, ha igen, akkor kart karöltve, ha nem, akkor viszontlátás megyünk a saját utunkon. Ezért nem látsz olyat, hogy mondjuk a buddhista hagyományvonalak, amelyekből azért nagyon sok van, úgy nagyon komolyan hajba kapnának egymással. Azért sem, mert a szerzetesek nagy része hajtalan. Tehát nem tudnak úgy nagyon hajba kapni. És a másik része az, hogy az ürességen vitatkozni teljesen felesleges, és alapvetően egy ilyen megmosolyogtató, infantilis dolog. Tehát az, hogy módszertan és hagyomány az létrehozta mondjuk a téravádát, a mahajánát és ezen belül sokféle izváltozatot, az egy teljesen természetes fejlődés, mint ahogy az ernyős virágzatúak szépen, hú, és akkor a kis sok ernyős virágzat szét, és mindegyikből lesz egy kis gyermekláncfű, és ez mind rendben van. Tehát amikor azt látod, hogy emberek vitatkoznak a szentségen, vagy definiálják az ürességet, vagy okoskodnak a megvilágosodásról, ott valami súlyos hiba van. Ott valamit nagyon nem ismertek föl. Ott még további tapasztalatra van szükség. Esetleg szenvedni kell, hogy valami csak levakarja majd a vélemény réteget róluk. Egyéb kérdés? Most el kell mondanom egy élményemet, ami, amit úgy érzek, hogy egy megvilágosodás volt. És most lehet, ez most. egy elő, magadban, mondja. Előjött belőlem. A, nem tudom, ugye a Rejki beavatásról hallottatok minnyáján, azt hiszem. Na, egy, egy, a, a legelső Rejki ilyen beavatásnál én ö, egy reinkarnációs élménnyel tértem haza, és rájöttem, hogy ki voltam. És egy, egy én. szer? Tehát, hogy még egy inkarnáció emlékeztél? Egy, egy, egy konkrét. Tehát plusz én. egy identitás megjelent. Igen, igen, nem több. Nem. Szerencséd van, folytasd. És ez nagyon-nagyon nagy hatással volt rám, és közben rájöttem, hogy a férjem milyen, mit jelentett, hogy ő ki volt, és egyszerűen egy imádságba köszönetet mondtam azért, hogy, hogy ez megtörtént. Na, ami a, 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 a lényege volt ennek a megvilágosodásnak, hogy úgy éreztem, hogy a, a tudatomban, ami megjelenik, az úgy van, ott nincs kétség, ami a tudatomban van. Tehát rá vagyok kapcsolva az univerzumra, és nekem direkt kapcsolatom van a, az isteni tudattal. És azután, hát ez egy fantasztikus érzés volt és tovább folytatódott avval, hogy hat hétig totálisan boldog voltam. A, és megértettem, hogy mi a boldogság, igazi boldogság, a kétség nélküliség, mikor én azt mondtam, hogy ami a tudatomban megjelenik, az úgy van, ott nincs, nem kell többet gondolkozni, hogy most ez hogy van, mint van. Az úgy van, és egy 6 szóval hétig tartott ez a boldogság, utána visszaestem. Hát nem tudom, hogy mi a véleményed erről, vagy hogy mit gondol? Az mi én véleményem, az véleményem kevesebbet számít, a férjednek mi a véleménye erről? Különösen, hát, hogy láttad egy korábbi avatárját? Hát őt nem zavarta ez, tehát nem, nem volt semmi probléma ebből, tehát nem történt. Nagyon jó. Nem történt. Ez nagyon fontos, ugyanis, hogyha a kapcsolati karmádat lerontotta volna az egyéni tudatváltozás, akkor több rossz karmát hozott volna létre az élmény, mint hogyha meg sem történt volna. Ami Csak... érdekes, hogy pont a lányom, akinek elmeséltem, ő nem volt itthon hosszú ideig, külföldön volt, és neki elmondtam, és ott bevágott ez a dolog. Emlékszel a juhász meséjére, aki értett az állatok nyelvén? Mi volt a feltétlen, hogy nem mondja el? Elmondta a feleségének, kész, vége volt. Igen. Tehát Igen. nem lehet ezt úgy közölni, hogy egy erre nem nyitott tudat ezt Igen. csak úgy elfogadja. Ezzel vigyázz! Igen. Elmondom, Igen. hogy ez így a buddhista tudatszerkezet szerint hogyan működött. Jó? Igen. Ahogy azt a zeniránytű adott oldalán olvashatod, nyolc tudatszintről beszélünk egy emberi pszichofizikum esetében, egy test és lélek kapcsolódásakor létrejön a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, az öt fizikai rész. A gondolkodás, mint fogalomalkotó, ehhez is agy kell, és a hetes, mint választó, minősítő, alkotó tudat, és a nyolcas, mint tárház tudat. Ez mind test kell, hogy ez működjön. És ezért az életben, amikor használjuk a fizikai érzékszerveinket, azt a hatodikkal, a fogalomalkotóval megcímezzük, elnevezem ezt pohárnak, hogyha magyar vagyok, a glass, hogyha angol, stakan, paruszki, ne felejtsük el, mert szükség lesz rá. Tehát a hetessel eldöntöm, hogy ez a pohár jó vagy rossz, Kellemes vagy kellemetlen, hogy ez a bot rövid vagy hosszú, és a végén eldönt, hogy ez én vagyok-e vagy sem, mert az én képzet is a hetesben alakul ki. Az én kép. És a nyolcas, az mind arra emlékszik, amit megcímeztem a hatossal, polarizáltam a hetessel, és identitását tettem, negatív vagy pozitív identitását, az bekerül a tárházba, elraktároztam. Most úgy képzeld el, hogy az egymásra rakódó identitások életeken keresztül olyanok, mint a fagyűrűi. És amikor megszületünk, mert a 7-es és a nyolcas megy tovább, és felveszi a testet újra, akkor szépen az identitásunkat a különböző élettapasztalatokkal röviden vagy hosszan, kis részben vagy nagy részben, de nem teljes egészben újra éljük. Ezek a gyerekkori tapasztalások a gyerekkori szándékok, indítatások, környezetek és egyebek, amikor szépen végigmegyünk, az első 17 év az agyából ezzel telik, és akkor elkezd az önálló lény kicsit jobban kialakulni, és körülbelül az első Szaturnusz ciklus végére, ugye a 28-29. évre már úgy izmos nagyon a személyiség. Amikor viszont ez a beavatás történt, akkor a hatos és a hetest ugye kikapcsolja. Az összes szertartás arról szól, hogy az én képzetet lebontja, és valami nagyobb szakrális egészszel kapcsolatot teremtesz által. Minden szertartás, minden vallás, minden hagyomány valahol a hatos és a hetes által teremtett énképet azt szeretné időlegesen hatályon kívül helyezni, és a nyolcashoz való ragaszkodás akkor így megszűnik. Megszűnik az én tudat, megszűnik az állandó fogalomalkotás, hatos, és megszűnik az emlékfüggőség, az a nyolcas. És szóval az az érdekes, hogy amikor ez megvan, akkor utána a nyolcasból szabadon áramlik föl az info, a tudattalanod megnyílik fölfelé, mert a hetes és a hatos nem gátolja le. És ekkor lehet spontán regresszió nélkül emlékezni korábbi inkarnációra vagy inkarnációkra. A fontos az, hogy ebben a pillanatban meg tudjuk különböztetni az emléket az emlékezőtől, ugyanis gyakorlás nélkül hatalmas veszélyeket rejt magában az, hogyha valamilyen technikával, ilyen kis tolvajkulcsal kinyitom a nyolcas a tárháztudat kapuját, és akkor kékszakáló herceg vára, összes szoba, és Judit kinenyíst. Oké? Okay? De mégis kinyitja. Hogyha ez megtörténik, akkor a legfontosabb az, hogy az emlékező ne tévessze össze magát az emlékezettel, az emlékkel. Mert ha igen, akkor visszazuhan. Akkor elkezd egy korábbi identitásában élni, közben már ide született ezzel a személyiséggel, amely éppen eltűnik az emlékezés szakadékában. Na ebbe bele lehet őrülni. És ezért van az, hogy nem javasoljuk az ilyen regresszív utazásokat, és én most nem minősítem azt, amit kérdeztél, mert ez egy, azt mondom, egy gyógyító út, és spontán, nem várt és nem vágyott emlékezés volt. És valószínűleg a helyére tett egy csomó karmát, főleg érzelmi karmát, mert ha nem kellett volna, akkor nem emlékeztél volna rá. A zenben az az érdekes, hogy a pillanatot tanítjuk, és azt, hogy ezt a pillanatot éld meg tisztán, és paradox módon a hosszantartó meditáció, mint három hónapos elvonulások olyan élményeket hoznak, amelyek hasonlóak a tiédhez. Méghozzá azért, mert minden olyan akadály, amely a pillanat tiszta százszázalékos tapasztalata előtt tornyosul, megjelenik. És egyre mélyebbről és egyre finomabban jelenik meg azért, hogy végül is a tapasztalat teljessé váljon, hogy a tudat letisztuljon. És éppen ezért a zenben nem megyünk vissza előző életekbe, azok jönnek hozzánk. Azok jelennek meg, ha kell, de ha nem kell, akkor nem, akkor nyugodtan a fa szépen ott maradnak, ahol vannak, és inkarnációk százaira és ezreire nem emlékszünk, mert nem kell emlékezni, mert rendben van rakva, akkor azt nem bolygatjuk. De ami kell, az így följön, kicsit félrekotrod az avart, és már is ott van a kis elrejtett virágocska az erdő alján, Egyszerűen azért, mert ott valami nincs rendben. Ott valamit nem raktunk a helyére. Gyerekeknél van ilyen, tehát a három és hét éves kor között valami elképesztő érdekes, hogy elkezdenek mondani dolgokat, látni dolgokat, és ez nem esti mese, meg meg egyebek. Vannak olyan gyerekek, hogy a nyolcas tárház tudatuk teljesen nyitott. Teljesen nyitott, és emlékeznek, és mondják. És ahogy az érzékszervi kötés ehhez a testhez egyre erősebb, általában a 7 éves kor után ez eltűnik. Teljesen eltűnik. Csak néha a szülőket a frász kerülgeti, hogy megőrült a gyerekem. Nem őrült meg, csak az emlékeiből olyan szinten dolgozik, a anyja annyira nyitott, hogy nem tud vele a képzetlen szülő mit kezdeni, és aztán rájött, hogy na most tanítást kaptam a gyerektől. Nem minden az, nagyon szeretjük azt mondani, és a gyerektől tanultuk ezt, meg azt, meg azt. Igen, csak te eközben mit tanítottál neki? Tehát ez kölcsönös, mert a szülőnek az a dolga, hogy nevelje, tanítsa, segítse a gyerekét, és a gyerek egy ilyen szerencsés pillanatban, amikor az nem ő, hanem valami sokkal mélyebb, akkor visszatanítja. Úgyhogy ezek a spontán emlékek, ezek megjelennek és eltűnnek, tehát az azt jelenti, hogy ha a megvilágosodás útján járunk, akkor nem ezt keressük. Elfogadjuk, hogy megjelent, ezáltal a lélekben a helyére került egy csomó minden, és utána eltűnt. És nem mondja el a juhász, hogy ért az állatok nyelvén, mert akkor a karma nyakon vágja. Jó? Na. Egyéb kérdés? Az érdekelne, hogy amikor a templomban vannak elvonuláson emberek, és zavar keletkezik bennük emiatt a felmerülő képek és élmények megjelenése miatt, akkor hogyan lehet rajtuk segíteni? Vagy mivel segít ez ezen kívül? Ide kell visszajönni. A gondolkodás elé, a múlt jövő hármassága elé, az inkarnációk százai megjelenése és eltűnése elé kell visszajönni, és ez a meghaladó bölcsesség, ez az interjú szobában elkezd működni. Tehát nekem teljesen mindegy, hogy hány életedre emlékszel, vagy nem emlékszel, megoldotta de Jojo remeteit. Tudod-e, hogy az egér a macskatál és a macskeledel, az hogy függ össze? Hogyha ez működik, akkor neked akármilyen meditációs tapasztalatod van, rendben van. Aki meg nem, az nem. Tehát nekem volt, sőt van olyan tanítványom, aki nem hisz a reinkarnációban. Mondom, hurrá, Egyre kevesebb probléma. Nem is inkább. Tehát, Visszatérsz ide ebbe a pillanatba, anélkül, hogy előző életekről, meg következő életekről kellene nekem, ugye, traktátust tartani neked, hurá. De akkor te ezt hiszed, akkor ezzel dolgozunk. Aki pedig esetleg élményben részesült, és számára teljesen nyilvánvaló, hogy vannak előző életeink, és így lesznek következők is, úgy meg azzal dolgozunk. Ez így működik, és nem kérdés, hogy a sok-sok meditációs tapasztalat, ami jön és megy, az szükséges, de nem elégséges. A tudat öntisztulásához hozzátartozik, de a működéséhez egyáltalán nem szükséges. Bejön a szobába, interjú, megkérdezem, működik az intuíciója? Igen, húrá, akkor azt tapasztalt, amit akart. Illetve az jött föl, aminek föl kell jönnie, ugyanaz. Tehát interjúval. A Akkor az egy hatalmas teszt. Ezért kevesen bírják. Hát frusztrálódunk, hát frusztrálódunk, tehát vagyunk. Nagyon fontos az, hogy szembenéz az ember a saját átmeneti sikertelenségével, és látja, hogy ez az önmegvalósításnak egy nagyon érdekes módja, mert nem újabb én veszelte magadra, hanem tényleg tapasztalod azt, amely túl van a személyiségen. És ez nagyon más, mint amit az iskolák, akár New Age, akár veretes hagyomány úgy hirdet. Mert mindegyik ígér valamit. az zen nem ígér semmit, az en közöl. És kész. Nem ígérünk semmit, így nincs félelemkeltés sem. Reménykeltés sem. Igazi önvaló tapasztalatához nem fűzhető remény és félelem. Csinálod, vagy nem? És ha igen, akkor a tiéd. Ha nem, akkor nem. Tekintve, hogy sok szó volt itt a pillanat ugye a gondolat előtti pillanatról, akkor a, a pillanatról, egyébként Ugye Buthasokat beszélt az éberségről, és gyönyörűen meg is fogalmazza a padába. ugye, hogy éberség az örök élet helye, hiánya a halálé. Aki éber nem hal meg, tudod, hiányzik az éberség, már meg is halt. Szeretném, ha erről a, az éberségről beszélnél valamit. Milyen színű a fal mögöttem? Na hát azért gondoltam a Gondolat, Milyen színű a fal? Fejjel. Nem engedlek el a nekünk. Fehér. Tökéletes az éberséged. Ez a legfontosabb. Tehát akármilyen, hát, hogy a hanvast olvasol az éberségről, hogy a mennybe mész, hát hagyományokat ötvöz úgy, hogy az eszenciáját oda teszi eléd, és te pedig így, hát ez fantasztikus. Tehát nála jobban így magyar nyelven az éberségről keveset írtak úgy eredeti forrásból. Használd az éberséget, lásd tisztán, hajt tisztán, gondolkodj, Érez, cselekedj és beszélj tisztán, és ez mind attól lesz tiszta, hogy éber tudatban tükröződik, hogy látom az ok és okozat kapcsolatát mindezek között. Szóval és ez akkor az éberség lefordítódik helyesre. Ez nem egy dualisztikus, helyes-helytelen, hanem abban a pillanatban a megfelelő kapcsolat, helyzet és működés. És ez az éber így elkezd helyesen működni. És hogyha megnézed, itt vagyunk a nemes nyolc rétő ösvényen. Azon nyomban helyes nézet, helyes beszéd, helyes cselekedet, helyes elmélyedés, helyes erőkifejtés, helyes életvitel. És nem csak nyolc réte van, neki 84 ezer rétű ez. Szóval ez a rálátás a dormára. Így van. Köszönöm szépen. Szívesen. Így végezetül azt szeretném mondani, hogy nemrég tértem vissza Koreából, szó szerint tegnap előtt szállt le velem a repülőgép, és azt kell mondanom, hogy hálás vagyok azért, hogy számomra ismeretlen emberek milliói évszázadokon keresztül ezt a tant eljuttatták hozzánk. Hogy számos hagyományvonal, több százezer szerzetese és szerzetes nője, azzal a gyakorlattal, amit átadott, egy minőségi darmát hagyott hátra, hogy a világiak támogatják ezt a szerzetesi létet, hogy újabb és újabb templomok épülnek és szangák alapulnak azért, hogy alapvetően választ találjunk az itt létünkre, miért vagyunk itt, kik vagyunk, és hogyan segíthetünk egymásnak. És a hála mellett nagyon világossá vált az is, hogy semmiben nem vagyunk sem hátrébb, sem előrébb, mint a kelet. Pontosan ugyanolyan lehetőségekkel bírunk a felébredés elérésére és mások segítésére, mint ők. Nem szabad összetévesztenünk a tant az őt körülvevő kultúrával. Nem szabad az üzenetet összetéveszteni azzal a nyelvvel, amin azt közlik. És azt látom, hogy ha önmagunkhoz híven és mások segítéséért gyakoroljuk a tant, akkor a darma virága mindenhol szárba szökken. Ebben az eddigi rövid tapasztalatom megerősít, és még inkább arra ösztönöz, hogy együtt veletek folytassam azt a tevékenységet, ami az úton való haladás, és ennek a világnak egy szebb alakra való hozása. Köszönöm, hogy a ma estét együtt töltöttük, köszönöm, hogy az úton együtt gyakorlunk, és várom az újabb találkozást akár a templomunkban, akár Balaton vagy Veszprémben, és Székesfehérváron. Köszönöm a figyelmet!